Új képzések. Műszaki és informatikai felsőoktatási szakképzést indít 2017. szeptemberében és 2018. februárjában Kisvárdán az Óbudai Egyetem. Rákellenes világnap, tüdő, emlő és vastagbél daganat, valamint szájüregi és prosztatarák. Ezek a leggyakoribb daganatos betegségek hazánkban. Kafetéria. A tapasztalatok szerint a legtöbben az adómentes juttatásokat választják. A szépkártya mellett a munkába járás támogatását is sokan igénylik. Műszaki és informatikai felsőoktatási szakképzést indít 2017. szeptemberében és 2018. februárjában Kisvárdán az Óbudai Egyetem. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az intézmény és a Kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ együttműködésével egy éven belül összesen 120-an kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat a szabolcsi kisvárosban. Az érdeklődő középiskolás diákoknak ma felvételi tájékoztató napot szerveztek, ahol választ kaphattak a képzéssel kapcsolatos kérdéseikre is. Ez az Óbudai Egyetemet népszerűsítő film, a 2010. január 1-jével megalakult intézmény, a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként jött létre. Az ország második legnagyobb műszaki egyetemén 13 ezer hallgató tanul, és 6-700 oktató dolgozik. Karai közül a gépészmérnöki, a villamosmérnöki, a könnyű ipari és az informatikai a legnépszerűbbek. A tervek szerint a Kisvárdán induló őszi és jövő tavaszi képzésekre 60-60 fős keretlétszám nyílik meg, a hallgatók fele önköltséges, másik fele pedig államilag finanszírozott formában kezdheti meg felsőfokú tanulmányait Kisvárdán. Műszaki komplex felsőoktatási szakképzést indítunk most 2017. szeptemberében, és rögtön 2018. februárjában indítjuk ennek az informatikai párját is. Ez egy két éves okleveles képzés, amire egy az egyben épül a BSC képzés, és hát a terveink szerint 18. szeptemberében, hogyha itt ezeket a szakképzéseket sikeresen fölépíteni, és egy normális oktatói alapot létrehozni Kisvárdán, akkor szeretnénk 18. szeptemberében a BSC képzéseket is indítani. A tájékoztató napon a helyi képzési központ vezetője emlékeztetett, egy éven belül már a második nagy egyetem indít kihelyezett szakokat Kisvárdán. Belinszki Katalin elmondta, tavaly szeptemberben a Debreceni Egyetem indított mezőgazdasági mérnök alapszakot, a meghirdetett 25 helyre több mint 8-szoros volt a túljelentkezés. A tervek szerint a Debreceni Felsőoktatási Intézmény is két további képzéssel bővíti oktatási kínálatát Kisvárdán, ezekre várhatóan 20-25 hallgató jelentkezhet majd. A gazdaságtudományi kar indít turizmus vendéglátást és vidékfejlesztési agrármérnök alapszakokat indít. Óriási az érdeklődés a fiatalok részéről. Tulajdonképpen egy pezsgő gazdasági fellendülés indult Kisvárdán a turizmus vendéglátás terén és a vidékfejlesztés terén. Kisvárda 7 középfokú oktatási intézményében mintegy 4000 diákot oktatnak. A városvezetésnek az a célja, hogy a hamarosan induló új beruházásokhoz szükséges szakemberek a helyben tanuló diákokból kerüljenek ki. Ehhez jó alapot nyújtanak a jelenlegi és a jövőben induló egyetemi képzések. Mezőgazdasági beruházások, tehát növénytermesztésről lesz szó a városban, ami egy nagyon komoly beruházás, feldolgozóiparral, logisztikai központtal. Emellett tisztagyár fog épülni, emellett épül egy LED lámpagyár, ami az kín az ipari parkban, várhatóan a vodkagyár, a Nemirov vodkagyár telepszik meg Kisvárdán. Ez mind-mind olyan menedzsmentet igényel, aki magas szinten tudja irányítani ezeket a cégeket, és ez az lenne jó számomra, hogy a itt végzett emberek tudnák ezt betölteni, elhelyezkedni. A felvételi tájékoztató napon az Óbudai Egyetem képzéseivel kapcsolatos előadásokat hallgathattak meg az érdeklődő diákok, de az egyetemi hallgatók innovációs kiállítását is megtekinthették az érdeklődők. Tüdő, emlő és vastagbél daganat, valamint szájüregi és prosztatarák. Ezek a leggyakoribb daganatos betegségek hazánkban. A február 4-i rákellenes világnap alkalmából a megelőzésre hívják fel országszerte az emberek figyelmét. A statisztikák azt mutatják, évente 60-80 ezer új rákos megbetegedést diagnosztizálnak Magyarországon.
Az onkológusok azt mondják, a legtöbb rák kezelhető vagy teljesen gyógyítható, amennyiben a terápia időben megkezdődik. A rákbetegségek közös jellemzője a szabályozatlan sejtszaporulat, a betegség több formája pedig olyan életvitellel és környezeti tényezőkkel van összefüggésben, mint a dohányzás és az alkoholizmus hatása a szervezetre. A fejnyakdaganatoknál és a tüdődaganatoknál egyértelműen tehát a dohányzás, naponta legalább egy másfél-két doboz cigaretta elfogyasztása, illetve mellette egy alkohol fogyasztó életmód az, ami ezeknek a daganatoknak a gyakoriságát, előfordulási gyakoriságát messze menően megemeli az átlag populációhoz mérten. A daganatok nem válogatnak, nemtől, kortól függetlenül bárkit érinthetnek. A statisztikák szerint évente 60-80 ezer új rákos megbetegedés diagnosztizálnak Magyarországon. A leggyakoribb daganatos megbetegedések között van többek között a tüdő és prostatarák is. A 70-es, 80-as években rettegett gyomordaganat, rossz indulatú gyomordaganat, gyomorrák, ugye egy viszonylag stagnáló vagy csökkenő előfordulási gyakoriságot jelenít meg, míg korunk leggyakoribb betegsége, ugye a vastagbéldaganat, az egy meredeken felfelé ívelő tendenciát mutat. A női daganatoknál például az emlődaganatok szintén egy 10-15 évvel ezelőtt egy viszonylag meredeken felfelé mutató tendenciát mutat, míg napjainkban egy viszonylag stagnáló, tehát ez a felfelé emelkedő gyakorisági ráta, ez csökken. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében centralizált a rákos megbetegedések gyógyítása, csak Nyíregyházán lehet kemoterápiát vagy sugárkezelést kapni. A Nyíregyházi Kórház onkológiai tömbjét mintegy 2 éve adták át, az épületben a legmodernebb és leggyorsabb kezelések is elérhetőek. Ennek a CT-szimulátornak például az a feladata, hogy a már diagnosztizált és sugárterápiára váró betegeknél meghatározza a kezelendő területet. Ebből a modern lineáris gyorsítóból pedig alig van néhány darab az országban, a daganatos sejtek pusztítása így hatékonyan, modern berendezésekkel végezhető Nyíregyházán. Kitisztult a levegő Nyíregyházán, ezért visszavonták a smogriadó legenyhébb tájékoztatási fokozatát is, közölte Rendes Sándor, a város szóvivője. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban a levegő minőség kedvező lesz. Szombatra azonban mérséklődik a légmozgás, így az éjszakai órákban a szállópor koncentrációjának emelkedése várható Nyíregyházán. Január végéig kellett nyilatkozniuk a munkavállalóknak arról, milyen kafetériát szeretnének kapni ebben az évben. A tapasztalatok szerint a legtöbben az adómentes juttatásokat választják, a szép kártya mellett a munkába járás támogatását is sokan igénylik. A nagyvállalatoknál nem ritka a készpénzes keret, illetve a lakás célú megtakarításokra vonatkozó juttatás sem. 2500-an dolgoznak a nyíregyházi legógyárban. A nagyvállalat nyíregyházi telephelyén folyamatosan fejleszt, amihez munkaerőt is vesz fel. Az év eleji minimálbér emelés és a garantált bérminimum növekedése megemelte a nagyvállalat bérkiadásait. Egy ilyen intézkedés nyilván azt jelenti, hogy az alsó fizetési kategóriában lévő dolgozóknak a bérét hát közelebb toljuk a föntiekhez. Ezt a konzisztenciát, ezt az összetartást a saját bérrendszerünkben, minden vállalat így van ezzel, azt gondolom, csak úgy tudnánk megtartani, ha ugyanazt az emelési rátát alkalmaznánk mindenhol, ami viszont nyilvánvalóan nem kivitelezhető minden egyes munkakörre vonatkozóan. Éppen ezért valahol kompromisszumot kell kössünk, azért, hogy meg tudjuk őrizni a bérrendszerünknek valamilyen mértékben az összetartását, ehhez nyilvánvalóan további költségeket kell betegyünk, és azt kell tegyük, hogy olyan szinten tudjuk ezt megvalósítani, ami nyilvánvalóan segít a dolgozóinknak a megtartásában, ugyanúgy segít abban, hogy a piacon is versenyképesek tudjunk maradni. A gyártócégnél sok a fizikai munkás, főként operátori munkakörben alkalmaznak szakképzetlen dolgozókat, ahol eddig is alapvetően a mindenkori minimálbérhez közeli bérszinten tartották a fizetéseket, mondta el az igazgató. A műszak és túlórapótlékokkal, a béren kívüli juttatásokkal és egyéb támogatásokkal együtt a nettó fizetések tekintetében a céget már tavaly is a régió jól fizető vállalatai közé sorolták. 2016-ban gyártói kategóriában a legvonzóbb nagyvállalat címét nyerték el.
Az idén a bérenkívüli juttatások rendszere megváltozott, nem csak a munkaadóknak, de a munkavállalóknak is körültekintőnek kellett lenniük az év első hónapjában, hogy mit választanak, mert hogy maradtak adómentes kafetéria elemek és készpénzes lehetőségek is. Jelenleg is olyan változásokon kellett gondolkodjunk, illetve hát ezeket kellett figyelembe vegyük, hogy ami korábban divatos volt a dolgozók körében, azok például most egy magasabb adósába fognak esni. Megjelent egy új preferencia, nálunk egyébként a legnépszerűbb, alacsonyabb kategóriájú adózási szempontból alacsonyabb szintű juttatási forma az a szép juttatás. Ez nagyon népszerű a dolgozók körében. Ha az adómentes juttatási kategóriákra gondolunk, akkor ott a távolsági bérleteknek a finanszírozása, ami igen népszerű, ezt most még jelenleg már, hogy 2017-ben adómentesen tudjuk. Ugye a tavaly bevezetett lakáscélú megtakarításoknak a finanszírozása, ami szintén adómentessába esik, ez is egy népszerű juttatás. Ezen kívül a cégnél lehet havonta készpénzben 41 ezer forintot is kérni kafetériában, de az adózás alá esik, illetve kérni lehet az éves 100 ezer forintos készpénzes keretösszeget is. A Széchenyi pihenőkártya maradt összesen 450 ezer forintig évente, az Erzsébet utalvány helyett több dolgozó kéri a benzinpénzt és a lakáscélú támogatást. Az országos statisztikák szerint itthon 10-ből 4 cég nyújt béren kívüli juttatást. Súlyos baleset történt tegnap este a 36-os számú főúton, két személygépkocsi ütközött össze Nagy Cserkesz közelében. A frontális karambolt követően az egyik jármű árokba csapódott és az oldalára borult. A balesetben ketten sérültek meg. A vétlen sofőr beszorult az autójába, súlyosan megsérült, őt feszítővágó segítségével szabadították ki. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a gépkocsikat áramtalanították, majd a forgalmi akadály megszüntetésén dolgoztak. 310 milliárd forintnál is több diákhitelt igényeltek az elmúlt 15 évben a felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók, derül ki a Diákhitel Központ adataiból. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Csütörtök este a Nyíregyházi Continental Arénában megtartott megnyitóval megkezdődött az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok Diákolimpia országos döntő. 12. alkalommal rendezett diátadógálát a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége. Derül ki a Diákhitel Központ adataiból. A mintegy 380 ezer hallgató közül pedig már 140 ezeren vissza is fizették a kölcsönt. A NAV-hoz is egyre kevesebb behajtás kerül. A szerződéseket mindössze 2%-ban kell felmondania a Diákhitel Központnak. Komoly pénzügyi terhet jelenthet a felsőoktatás a diákok és szüleik számára. Az intézmények kínálatai közül minden önköltséges alapképzés tandíja 100 ezer forint fölött van fél évente. Ezért is igényelnek sokan diákhitelt főiskolai és egyetemi éveik alatt. Az elmúlt 15 évben összesen 380 ezeren éltek ezzel a lehetőséggel. Közülük 25 ezeren az úgynevezett Diákhitel 2-t választották. Ezt 2012-től igényelhetik az önköltséges hallgatók. A Nyíregyházi Egyetemnek mindegy 4000 aktív diákja van. Itt is népszerű ez a fajta pénzügyi konstrukció. A diákhitelt évről évre egyre több hallgató vesz igénybe, mind a Diákhitel 1-et és mind a Diákhitel 2-t, ugye a kedvező kamatozások miatt. A Diákhitel 1-et az előző fél évben 378 hallgatónk vette igénybe, a Diákhitel 2 szerzős pedig 110 fő használta fel. A Diákhitel 1-et saját célra szabadon felhasználhatják a felsőoktatásban tanulók. Ebben az esetben az igényelt összeg maximum 50 ezer forint lehet havonta. A Diákhitel 2 ettől kötöttebb, csak önköltséges hallgatók igényelhetik. Itt a diákok nem kapják meg az igényelt összeget, hanem a Diákhitel Központ egyből az intézmény számlájára küldi. Ez azért is népszerű a diákok között, mert akár a fél évenkénti 1.350.000 forintos orvosi képzéstandíját is hitelezi a központ. Mindkét konstrukció esetében kitétel, hogy 40 év alatti legyen a hallgató. A törlesztést a hallgatói jogviszony megszűnését követő 4. hónapban kell megkezdeni. Az első 2 évben a minimálbér meghatározott százaléka, a szabad felhasználású diákhitel esetében ez 6%.
kötött felhasználású esetében pedig 4-11% közötti összeget, attól függően, hogy mekkora hitelt vett föl a hallgató. A harmadik évtől pedig úgynevezett jövedelemarányos törlesztés kezdődik. Megkapjuk a NAV-tól a hallgató 2 évvel korábbi jövedelmét, és ennek az összegnek szintén szabad felhasználás esetében a 6%-át, kötött felhasználásunál 4-11%-át kell befizetni. A diákhitelnek így nincs előre rögzített futamideje, a hallgató teherbíró képességétől függ a visszafizetés. A hallgatóink közül 1/3 már visszafizette a diákhitelt, több mint 140 ezer hallgató, és azok, akik törlesztési szakban vannak, ők is nagyon fegyelmezett diákhitelesek, hiszen évről évre csökken azoknak az aránya, akikkel szemben szerződést kell bontanunk, és az ügyüket át kell adnunk a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére behajtás alá. 2% alatt van már bőven azoknak a hallgatóknak az aránya, akik ebben a cipőben járnak. Az önköltséges képzés keretében a legnagyobb létszámban a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Metropolitan Egyetem és a Corvinus hallgatói kérik a kötött diákhitelt. A szabadon felhasználható összegek igénylése pedig főleg a szegedi, a pécsi és a debreceni tudományegyetem diákjai között népszerű. Az igényelt összeg összesen már a 310 milliárd forintot is meghaladta 15 év alatt. Nem a diákhitel az egyetlen megoldás, a hallgatók tanulmányi és szociális alapon ösztöndíjakat is kaphatnak, amelyek akár a 100 ezer forintot is elérhetik havonta. Csütörtök este a Nyíregyházi Continental Arénában megtartott megnyitóval megkezdődött az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok Diákolimpia országos döntő. Kézilabdában, kosárlabdában és röplabdában 16 megye képviseletében 8-8 lány, illetve fiú csapat küzd az érmekért és a helyezésekért a megyeszékhely 7 csarnokában. 48 csapat 608 játékosa, 96 testnevelő, sportvezetők, játékvezetők, a sportágok felelősei és persze az érdeklődők jelenlétében tartották a döntő megnyitóját a Continental Arénában. A Magyar Diáksport Szövetség a 2016-2017-es tanévben 30. alkalommal hirdette meg a sorozatot. Az országos döntők közül ez évben elsőként az 5.-6. korcsoportos, azaz középiskolás korú összevont labdajátékok fináliát rendezik meg Nyíregyházán. A csapatok száma már fémjelzi azt, hogy az egyik legnagyobb rendezvény lesz ebben a tanévben, hisz évek óta törekszünk arra, hogy összevont labdajátékokat rendezzünk. Úgy gondoljuk, hogy annak a súlya, a nézettsége, az eladhatósága, a diákolimpiának az elismertsége így a legnagyobb, hisz ha 600 diáksportoló van egy városban, azért az már meglátszik. A rendező Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke reméli, hogy életre szóló élménnyel gazdagodnak a döntőn résztvevő fiatalok. Van bennünk egy izgalommal teli feszültség, és, de ez azt hiszem, hogy inkább most már múló, nyugodtan mondhatom, hiszen ahogy itt készülődünk, ahogy itt gyülekeznek a csapatok, egyre inkább valóban átmegy egy olyan ünnepélyes hangulatba, amely azt hiszem, hogy egy diákolimpiai, egy olimpiai mozgalmat, mert nyugodtan mondhatjuk a diákolimpiára azt, hogy ez egy olimpiai mozgalom, át kell, hogy hasson. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy vendégül láthatjuk a 16 megye képviselőit, a 48 csapatot, illetve a kísérőiket. Bízunk benne, hogy nagyon jól fogják érezni magukat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Nyíregyházi Zrínyi Gimnázium fiú kézilabda csapata 42. alkalommal szerepel az országos döntőben. Sok tehetséges játékosunk van, és külön öröm az, hogy most két csapat is itt van Nyíregyházáról az országos döntőbe. Hát az én gimnáziumot kötelezi a múltja, és nem csak 42-ször ott voltunk, hanem 15-ször meg is nyertük ezt a bajnokságot, 3-szor úgy, hogy mindkét korosztályban, 3 világbajnokságon voltunk, és ezt a gyerekeknek érezni kell, hogy nekik helyt kell állni egy ilyen hazai rendezésű országos döntőn. A Nyíregyházi Vasvári Gimnázium röplabdázói mind a fiúknál, mind a lányoknál ott vannak a mezőnyben. Én a lánycsapat edzője vagyok. Véleményem szerint a sorsolás az elég jól sikerült. Mi szeretnénk egy érmet nyerni. Tavaly ott voltunk az országos diákolimpián, most szeretnénk, ha egy kicsit fényesebb lenne. Kézilabdában és röplabdában nem csak az aranyérem a tét a döntőben, ugyanis a bajnok csapatok kivívják a jogot, hogy 2018-ban képviselhessék hazánkat a Nemzetközi Iskolasportszövetség világversenyén.
12. alkalommal rendezett díjátadó gálát a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége. A rendezvényen az elmúlt esztendőben legeredményesebben szereplő sportolók, edzőik és felkészítő tanáraik teljesítményét ismerték el. Eredményes 2016-os évre tekintetett vissza a hagyományos díjátadó gálán a Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége. A harmadik korcsoportos tanulásban akadályozott tanulók az első helyet szerezték meg a Diákolimpia országos döntőjében, de ezüst és bronzérmek is jutottak a megyét képviselő sportolóknak. Szabolcs-Szatmár Bereg megye kimagaslóan teljesít fogyatékos sportban is, és ez a gála egy jó pillanat arra, hogy visszatekintsünk az előző évre, megköszönjünk, belenézzünk egymás szemébe, azt mondjuk, hogy szép munka volt, mert hogy ezt meg tudjuk tenni, hogyha tisztességgel, becsülettel egymás szemébe tudunk nézni sportolók és sportvezetők, és egy kicsit vissza tudunk tekinteni és ünnepelni tudunk, akkor ez erőt ad a következő, a jelenlegi, a 2017-es évre is. A megyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre szerint fontos, hogy a fogyatékos sportolók az épp sportolókhoz hasonló megbecsülésben részesüljenek. Legutóbbi sportgálán ott közösen adtunk át díjakat az épp sportolóknak, illetve a fogyatékkal élő sportolóknak. Ezzel is szerettük volna hangsúlyozni, hogy az a sport teljesítmény, amelyet ők végeznek, az ugyanolyan fontos számunkra és a társadalom számára, mint az épp sportolók sport teljesítménye. A kerekesszékes vívó Tarjányi István tavaly átkerült a B kategóriába, amelyben vele azonos fokozatú sérültek ellen versenyezve megszerezte első világkupa bronzérmét. Nagyon nagy bizakodással várom a 2017-es versenyszezonomat. 5-6 világkupa lesz körülbelül. Lesz világbajnokság is, amire már most nagyon készülünk és nagyon várom. Remélem, hogy minél több érmes helyezésem lesz, ami a célom. A gálán a versenyzők mellett edzőik és a felkészítő testnevelők vehettek át elismeréseket. A Fogyatékos Sportolók Szövetsége tevékenységük segítéséért megköszönte a Kölcsey Televízió munkáját is. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Műszaki és informatikai felsőoktatási szakképzést indít 2017. szeptemberében és 2018. februárjában Kisvárdán az Óbudai Egyetem. Az intézmény és a Kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ együttműködésével egy éven belül összesen 120-an kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat a szabolcsi kisvárosban. Tüdő, emlő és vastagbél daganat, valamint szájüregi és prosztatarák – ezek a leggyakoribb daganatos betegségek hazánkban. A február 4-i rákellenes világnap alkalmából a rákbetegségek megelőzésére hívják fel országszerte az emberek figyelmét. A statisztikák azt mutatják, évente 60-80 ezer új rákos megbetegedést diagnosztizálnak Magyarországon. Január végéig kellett nyilatkozniuk a munkavállalóknak arról, milyen kafetériát szeretnének kapni ebben az évben. A tapasztalatok szerint a legtöbben az adómentes juttatásokat választják, a szép kártya mellett a munkába járás támogatását is sokan igénylik. A nagyvállalatoknál nem ritka a készpénzes keret, illetve a lakás célú megtakarításokra vonatkozó juttatás sem. A Kölcsey Televízió híradóját látták február 3-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat megnézhetik honlapunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is folytatódik az enyhe idő, szombat estig a Kárpát-medence fölé délnyugati áramlással továbbra is enyhe, többször is nedves levegő áramlik. Az éjjel többnyire erősen felhős, párás idő várható, ködfoltokra is számítani kell. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős, sokfelé párás időre lehet számítani. Csupán elvétve fordulhat elő kisebb eső, zápor. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutára 4 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap még a sok évi átlagnál enyhébb, de változékony időre van kilátás. Eleinte több helyütt esővel, záporral, majd átmenetileg felszakadozik a felhőzet. A jövő hét közepéig gyakran lesz erősen felhős az ég. A hét első napjaiban több helyen számítani kell csapadékra. Kezdetben eső, zápor formájában, majd az esőt észak-észak-nyugat felől egyre többfelé havas eső havazás váltja fel. Ismét egyre csípősebbek lesznek az éjszakák, és helyenként napközben is fagyni fog.